Hölgyeim és uraim! Önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb show műsorát látják. Jó szórakozást kívánok! És most az RTL Klubon Budapestről esti showder Fábri Sándorral, Kuzbel Péterrel és a Showder Benddel. Ma este a Showder történetének legnagyobb botránya. De ma este fordul a kocka. Kiderült, miért nem jött el Kelemen Anna. Jönnek a párizsi Moulin Rouge sztárjai, a világhírű Ripper fivérek. Élőben fellép a Nox. És jön a várva várt összecsapás, Hajós kontra Fábri. Hölgyeim és uraim, a stúdióban 165. alkalommal, immár 9. esztendeje, még mindig az ország első számú showmestere, Fábri Sándor. Nagyon megtisztelő, nagyon kedves. Nem azért mondom, de itt van Kelemen Anna. A felvételig még bármi történhet, tehát ez nem garancia önmagába semmire, de láttam ezzel a két szememmel, úgyhogy majd alkalomattán prezentálom önöknek is. Hölgyeim és uraim, szokásunkhoz híven, humor, bombonok, labdacsok segítségével, ugyebár kezdjük el a mi kis műsorkánkat, vagy mondhatnánk formájában. Kis kacsa keservesen sír. Arra megy a krokodil. Miért sírsz, kis kacsa? Sírok, mert azt sem tudom, hogy ki vagyok. Hát nézzük. Van kis úszólábad, csőröcskét, pihetoll. Hát te vagy a kis kacsa. Igen? És azt tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezi a krokodilus. Te? Rövid a lábad, hosszú a farkad, nagy a szád, bőrdzsekit viselsz. Nem vagy te olasz? Éjjel fél kettő tájban még mindig nem jön Kón szemére álom. Vergődik, hánykolódik, átizzadt ágyneműben fetreng, gyöszmékül. Tipródik, szenved, verejtékezik, bőrtér. Felesége kérdezi, hát mi van, hát miért nem tudsz aludni? Azt mondja, hát szörnyű, de egy hatalmas összeggel tartozom a grünnek. Igen? Apukám, felöltözöl, átmész hozzá, és elmondod neki. Hadd hánykolodjon ő. Kedves nézők, emlékeztetett abban kapcsolatban, hogy legutóbb értekeztem a hölgyek szoknyájának becupfolódásáról, és tulajdonképpen én is ismertem ezt a most következő viccecskét, de hát azt hiszem ez itt témába vág. A helyzet a következő, van egy ilyen kis törzsasztal, ugye kisvárosba jön nagy, nevezzük így, szem alatt egy hatalmas monokli. Hát kérdezik a söröző partnerek, hogy hát mi volt? Azt mondja, hát tegnap volt, mi se? Előttem állt a Szabóné. Be volt a szoknyája cupfolódva. Gondoltam, hogy kihúzom, és kaptam egy marha nagy pofont. Jó. Egy hét múlva újra összeül a törzsasztal, mondjuk, hogy hétfőn, másik hatalmas monokli nagy. Azt mondja, hát mi volt? Azt mondja, hát templomba voltunk. Előttem állt a Szabóné, mellettem a kis. A kis látta, hogy be van cupfolódva a szoknya. Erre kihúzta. Én viszont tudtam, hogy a Szabóné nem szereti, ezért visszatoltam. Köszönöm, hogy nem tudom, hogy mi hiányzott még. Átadták az MLS székházat. Mondta Kisteleki előbb az infrastruktúra, aztán jön a játék. Ugye majd, mint a konvergencia program. Ugye előbb adod a lét, azt majd jó lesz, majd visszaadunk. Ugye Mésző korábban mondta, hogy előbb legyen közönség a pályán, hogy a fiúk jó hangulatba focizzanak. Elgondoltuk, hogy ebben az MLS székházban milyen termek lehetnek, nem? Szotyizó. Külön szint a tökmagautomatáknak, pisszoár mellett csulázó, hangszigetelt, hogy a retetes harákolás ne lehessen hallani. Azt elmeséltem, de megint elmesélem, hogy annak idején még 80-100 ezer ember járt ki a Népstadionba, és a férfi pisszoárba 50-en álltak.
És akkor az volt, hogyha valaki egy kicsit így vicceskedne, akkor bement, jó napot kívánok! 50-en megfordultak, és húgyoztak a másik zsebébe vezényszóra. De hát akkor ugye még volt, akkor még volt foci és volt közönség. Stadion szimulátor, ahol a játékosok egyszerre több mint 5000 embert láthatnak, mert erre itthon már nem igen van lehetőség. Találkoztam ismét Dörflinger Dodi barátom Lacikájával. Mondom, Lacika, mi a helyzet? Azt mondja, tehát ezért van egy svájci fran alapú, ilyen Suzuki kölcsönöm. Hát érted, hát most eléggé emelkedik, de hát mindegy. Sanyi azt mondja, mindenkinek tartozni kell valahova, én az OTP-hez. Lacika reszegedés közben egy hatalmas árpát növesztett a szemén. És mondom, Lacika, hát mi a helyzet? Azt mondja, te semmi gáz, rakok rá egy szőlőt, érted? Több szem többet lát. Lacika harmadik poénja azt mondja, azt mondja, tudod mi az a műveleti terület? Hát a parlament. Hát amit ott művelnek, az a műveleti terület. Mostantól ugyebár az utcán sétálgatás közben is bármi megtörténhet velünk, ugye az ismert okokból kifolyólag. Megpróbáltuk összefoglalni, hogy melyek azok a legszörnyűbb esetek, amelyek egy békés tüntetőt, vagy netalán sétálót érhetnek. Sétálsz az Asztóriánál, és hirtelen befut mögéd 6000 feloszlatott tüntető. Egy rohamrendőrtől megkérdezett, hogy merre van a Deák tér, 4 nap múlva szabadulsz. 12 melletted elhaladó rendőr rúg fejbe, miközben a kontaktlencsédet keresel. A vízágyútól annyira összeugrik a gyapjú pulóvered, hogy a mentősöknek kell levágniuk rólad, mint a gipszet. A metrón pódiat kell fizetned a Gyurcsány Ferenc mondjon le tábla után, mert túlméretes. Miközben a felborított kocsidban keresed az autós táskád, elkap a kiemelő osztag, és addig ver, amíg nem tudod megmondani, hogy hol ér véget a nyúlszőrsapkád, és hol kezdődik a fejed. Mikor felmész a színpadra egy történelmi kvíz erejéig, elüt egy tank. Egy rendőr vallomása. 3:43 érkeztem a műveleti területre. A randalírozó tömeg akkor már javában feküdt és könnyezett. Előjárom utasítására haladéktalanul megkezdtem az oszlatás foganatosítását. Kényszerítő eszközöket csak azokkal szemben alkalmaztunk, akik ott voltak. Mikor a járdán egyedül szabályos alakzatban előre irányba haladottam, ellenállásba ütköztem, mivel hogy hirtelen mozdulattal elém ugrott egy garázda, mint később megtudtam, Szabó néni nevezetű női személy, aki fenyegetőleg hadonászott lilaszínű kézitáskájával, melyet hívnak szatyornak is. Felszólítottam, hogy hagyja el a műveleti területet, de nem engedelmeskedett, ekkor megkezdtem a szabályok által előírt testre irányuló intézkedést. Azonban veszélyes csoportosulás alakult ki környezetemben, mivel hogy egy másik garázda, Hála Josnej, fenyegetőleg indult meg felém egy 4-ágú fényvillával, közismert nevén járókerettel. Szerencsére kollégáim lovasrohama kellőképpen lazította a tömeget, és az már kezelhetővé vált. Ezután behaladottam a műveleti terület részét képező napfény sörözőbe. Ott felszólítottam a garázda csoportot, hogy tegyék le emberi élet kioltására is alkalmas üvegeiket és korsóikat, és hagyják el a műveleti területet. Gumibotot csak 18 éven aluliakkal szemben alkalmaztam a törvény szellemében, mivel hogy ők alkoholt nem fogyaszthatnak, ezért feltehetően csak is kizárólag garázdaság céljából tartózkodhattak a műveleti területen. Ellenállás csak a WC-s néni tanúsított, de azt tudom bizonyítani, hogy amikor rátapostam a sonkás szendvicsére, akkor az már nem a szájában volt. Ja, még van!
Más mondani való nincs az eseményekkel kapcsolatban, de ha kell, betanulom. Eljátszottunk a gondolattal, hogyha van egy kicsit több idő, a Budapest a Szabadság Városa című feliratból mit lehetett volna még összerakni. Ugye ők csak a szabadságot így diszkéten átvitték. Hát a következőkre jutottunk, tehát ezekből a betűkből. Taposás buszba verőfa dagadás. Dobverő apadásság satuba. Főposta bebaszás vasárú dagad. Bagzás adása fosfa pedrő sútba. Basszus bádog a verőfa tapadás. Az az érzésem, hogy lehet most már Gergényi is sisakba fog nyilatkozni, hogy nehogy felismerjék, nem? Egyébként ez, hogy nem volt azonosító jelvény, ez visszaüt, mert hát aki akarnak valaki tüntetni, hát honnan fogják tudni, ugye? Aki megakadályozta, hogy kerekes kosarával özvegy Ledák Mártonné nyugdíjas egy lustakötésű sálat kitűzön a barikádra, ugye? Tehát ilyen Dugovics Titus formációban. Ja, hát az a legjobb volt. Találta könyvgáz használati utasításokat. Mert nem tudták, hogy külsőleg vagy belsőleg, de? A Bárdos András egész este azon sírt, hogy miért nem sírnak. Erre mondja a Dodi, sírni csak a győztesnek szabad. Hogyha a Málta elleni meccs legjobb magyar pillanatait bejátszák, mindenki sírt volna, mint a hétszentség, tehát garantáltam. Kedveseim! Forradalmi időket élünk, de mi ez ahhoz képest, hogy Zalatnai Cininek kisebb lett a melle? Én azt hiszem, ha Svájcba volnánk, már népszavazást írnának ki, hogy mekkora melle Cininek, nem? Tehát lehetne választani. Egyébként a mellnagyobbítás után a mellkisebbítés az olyan, mint amikor valaki ráncfervallás után visszamegy és kér összeborzolást, hogy túlságosan feszes példának okáért. Ugye most 570 ml helyett egy 400 ml-est helyeztek be. Felmerül a kérdés, hogy mi lesz az eredeti darabbal. Elálvereszteti Terry Black javára, vagy az első koncerten bedobja a közönség elé, ugye? Mondom, lehet, hogy ő lesz az első élő szilikon donor, már biztos néhányan várólistán vannak. Az is lehet, hogy cserélhető lesz. Úgy, mint a téli gumi, nyári gumi. Téli mell, nyári mell, újra futózva. Lehet, hogy egy egész szettet kapott, ami lecipzározható. Van benne parti mell, koncert mell, otthoni takarítós mell, mackó melegítő alá, melltartó nélküli mell, díjvacsos futáshoz, illetve magazin mell, ajándék Photoshop programban. Nekem mondta Dörflinger Dodi haverom, azt mondja, nem baj, csak egy melle van a nőnek, de az jó nagy legyen. Ismét elvesztettünk egy nagyszerű embert, akit azt hiszem három alkalommal láthattunk vendégül a showban, Gregor Józsefről van szó, aki ráadásul nagyon fontos kritikusom volt, viszonylagos rendszerességgel felhívott, igaz, hogy csak akkor, ha a műsor neki tetszett. 66 éves volt mindössze, a fene gondolná, több mint 47 éves pálya, hát iszonyú hosszan volt a pályán, de hát ahhoz még mindenképpen fiatal volt, hogy elmenjen. Bevezetnek a lóval, megállok ló tetején, a hátán, megy az előjel, tím, tíram, táram, tám, ló megfordul. És én így mondom, zdarovlik nyász! Hát képzeld el, így elénekelni azt a szegedi szabadtérén egy áriát. Végén, mikor van, jészli, hocses, liubújú, íznyik, vőbi ráj, akkor fordult meg erre az egy mondatra. Egyszer csak látom, így a színpad, a ló, hallom, hogy először csak hallottam egy marna csobogás. Egyszer csak látom, hogy indul lefele, pontosan a súgójuk fele, így van. Lenézek, és a súgó rémülten néz föl, majd kinyújtja a kezét, és a ló pipit, azt a 28 liter, a ujjával bevezette a zenekarba. No, kérem tisztelettel, előrelátó főpolgármesterünk,
költséges fáradtságot nem kímélve legyártott 150-200-300, nem tudom mennyi traktorral behajtani tilos táblát. Én úgy gondoltuk, ez nem elég. Tovább kell menni, műsorunk gyakorta öt szolgáltató jelleget, mi is javasolnánk néhány táblát. Traktorral és tankkal behajtani tilos. A tévé előtt parkolni tilos. A barrikádon dohányozni tilos. Lejárt szavatosságú könyvgáz. Vipera veszély. Nyári hókotró, igen. Vigyázat nyári hókotró. Agresszív nyugdíjasok. Következzenek most egy vidéki rendőr emlékei október 23-áról. Már szeptember elején kiderült, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából a megyei rendőrkapitányság egész éves hatékony bűnüldözési munkánk jutalmául lehetőséget biztosít, hogy egy fővárosi tampáján gyakorolhassuk a tömegoszlatást. Álmomban nem gondoltam volna, hogy egy ekkora nagyvárosban lóval, karddal milyen gyorsan el lehet jutni bárhová. Pedig én még BKV jegyet is vettem. Nem akartam használatlanul hazavinni, ezért megkértem a Jocót, hogy lyukassza ki gumilövedékkel. A pesti kollégák nagyon kitettek magukért, a Deák térnél a bábok nem csak futni tudtak, de élethűen jajgattak, sőt még véreztek is. A harmadik pálya az Astoria környéki kis utcákban volt. Itt új dolgot kellett gyakorolnunk, az egy ember oszlatását, aki éppen gyülekezni kezd. Nagyon nehéz feladat úgy ütni a bábút, hogy egyszerre 20-an hozzáférjenek. Ezután megpihentünk egy környékbeli étteremben, amit a budapesti kollégák előzékenyen elfoglaltak a számunkra. Este jött egy újabb meglepetés. Az Erzsébet hídon motoros bemutatót tartottak nekünk, és a balesettől még egy barikáddal is óvtak bennünket. Nekem különösen nagy szerencsém volt, mert a program végén megengedték, hogy vezessek egy hókotrót is. Mikor visszaérkeztünk a faluban, megkaptuk a havi zsoldunkat, és maga a megyei parancsnok tűzte fel büszkén feszülő mellkasomra az azonosító számot. Erősítenünk kell műsorunk szolgáltató jellegét. Az utóbbi hetekben többször előfordult, hogy titkos, bizalmas tárgyalásokon hangfelvétel készült, és ezeket a hangfelvételeket kiszivárogtatták. Van megoldás. A jelbeszéd. Következzék titkos jeltolmácsunk, Badár Sándor! Isten hozott, Badár Sándor! Kedves barátaim! Kedves elvtársak! Kedves Ildikó! Az önkormányzati választást elkúrtuk. Mi maradt nekünk? Orbán Viktor és a konvergencia. Ekkora böszbeséget nem követett még el párt. Tennünk kell valamit, de lóhalálában. Nincs idő a teszetoszáskodásra. Lehet, hogy hazudtunk reggel. Este. És éjjel. De ott van a munkaidő a megszorításokra. Az MSZP meggyengült. Az MDF megerősödött. Az SZDSZ jelentősége
hanyagolhatóvá vált. Pápán anyám is független jelöltre szavazott. Apró Piroska és Dobrev Klára nem ilyen országról álmodott. Gyurcsány Ferenc nem ilyen országot álmodott. Szekeres Imre sem ilyen országot álmodott. Balaton Öszödön nem erről beszéltünk. Ez azt jelenti, hogy ősz van. Lassabban mondja Sanyi, hogy nem akarok hadarni. Jó, igen. Úgyhogy ha nem is hajrá, de előre. Madár Sándor, köszönjük szépen! Balázs Sándort láttál! Hölgyeim és uraim, ma este a Sóderben itt lesz az utóbbi esztendők második számú televíziós talkshow mestere, a Benne leszek a tévében a heti hetes üdvöskéje, a magyar showbiznisz álló csillaga, aki pár hete különös körülmények között eltűnt a képernyőről. Nálunk elmondja miért, Hajós András! Itt lesz a világ legismertebb extrém akrobata testvérpárja, többszörös világ és Guinness rekorderek, akik ma este újabb merénylettel készülnek ellenem, hogy pontosan mivel elmondják ők maguk a Rippel fivére. Zenei színpadunkon élőben itt lesz a Nox, és kapaszkodjanak meg, itt mögöttem ebben a fotelban ma este itt fog ülni Kelemen Anna. Most Kuzbelt Péter és Luanda űzik egymást, illetve a Sóderbendet, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerrel. Hölgyeim és uraim, Design Centereinket általában szorgos munkával gyűjtögető hangyák módján hozzuk össze. Most azonban két kedves nézőnk, Németh Mónika és Molnár Edit jóvoltából, hát, hogy így mondjam, a Kánaánban érezhetjük magunkat, egy komplett katica gyűjtemény hullott az ölünkbe. Hát egy katica megszállottnak természetesen a vízmelegítő edénye is katicás kell, hogy legyen. Ha fölcsaphatjuk, akkor itt láthatjuk, hogy van benne egy lehallgató mikrofon. Ha ez a műanyag antenna leolvad, akkor már forra víz. Van esernyőnk is. Ez katica vadászó ernyő. Settenkedünk a kertben, és ezt behúzzuk, különben esernyőnek is jó, mert vízpergető, de a katica, azt hiszi, mi is katicák vagyunk. Egyébként ezt a Vazareli Viktor tervezte, de nem írta alá. Letesszük száradni. De a legjobb, ami most van nekünk, katicás újbáb. Nézd meg. Ez tátosoknak van, akinek több ujja van. Nem? Illetve, ahogy Dörflinger Nodi barátom mondta, Sanyikám, van új a pötty alatt. És tulajdonképpen benne van a konvergencia program is. Hogy lesz majd minden jó. Hú-hú. Ugye ez egy ilyen konvergencia báb. Hát ez egy 5 pont. 5 pötty van, felfordítjuk akkor rája. Vagy teknős béka? No, hát szóval ez egy CD tartó, magyarosan CD tartó, de be lehet tenni a hamburgert is. És akkor uzsonna táskaként csodálatosan működik. De egykezes muff. Miért van olyan, akinek csak az egyik keze fázik? Kezdjük úgy, hogy ez egy méhecskével kombinált katica. Ez egy ilyen kis táska. De másik kézre muff.
Tehát, hogy a gyerek a muffot ne tévessze össze, és így megy, hogy aj, de jó, nem fázik a kezem, hulli-rúri, hulli-rúri. És van még egy funkciója, pompás edényfogó. Egy katicás párna. Az egyik oldalán 4 pötty, a másikon 5. Tehát lehet vele dobókockázni is, hogy dobok 1, 5, akkor már nyertem. Ez egy katicás habfürdő. De a farka az erősen halra hajaz. Ha felfordítod, akkor meg egyenesen bálna. Ugye itt lő ki. Hú, lemerülök. És feljövök, mint katica. Hú. Nem az ember elég hülye, akkor jól el van. Azért érdelek, hogy be tudja dugni a kamerádba. Egyébként, hogy hívják a katicát angolul? Nagyon érdekes neve van. Ki tudja? Lady Bird. Igen, rejtélyes. Hölgymadár, madárhölgy. Lady Bird, így nevezik. Egy picit türelmet kérek, mert fel kell állnom. Ez egy katicás persely. Zsiguli olajszűrőből. Színezve. Na most ez kettős funkciót lát el. Egyrészt a gyereket takarékosságra neveli. Másrészt a barkács hajlamot erősíti. Feltesszük szemüvegünket. És meglazítjuk ezt a csillagcsavart. Gyerek megismerkedik a csavar fogalmával, barkácsol, takarékoskodik. Az itt lenne benne a dolgé. Emlékeznek arra a Rolling Stone számra, korabeliek, hogy Jumpin' Jack Flash? Sose tudtuk, hogy az mi. Jumpin' Jack Flash, na-na-na-na-na. Az a Jumpin' Jack Flash, amit így lenyomtak, akkor egy kicsit ott maradt, és utána így fölugrott. Ez nem tud annyira ugrani, ez egy csörgő. Mindjárt adom. Csörgő, és lehet vele így. Egész nagyot is tudunk vele ugrani, kérem vissza, dobd, hogy sport. Igen. Hogyha valakinek lenne egy kis esze, akkor 12-t becsomagolna egy szedbe, és akkor már harcolnának egymással. Tehát ilyen G.I. Joe-szerűen. Ez egy kis létszapó. Te is kérsz? Neked is adok, mert neked van váltömésed, és akkor nem fáj. Lehet a tonfár is azt mondták, csak létcsapó, mi? Jött a sok tüntet, akkor a puf, mennyi légy, ott egy szúnyog, pif! Van benne egy nagyon jó kis plusz szolgáltatás. Ide, a rosté alá be lehet tenni a döglött legyeket. Tehát összefognosod, döglött legyeket beteszed, döglött légytartó, és mehetsz pecázni. És ott még csapkodhatsz is, tehát akkor ott fegyver is, és megvan a csali légy. Erre egyetlen poénom lesz, de annál szemetebb. Dobókatica. Az az igazság, hogy az egész Design Center alatt arra vágytam, hogy ezt elmutassam. Ennyi volt már a Design Center, Schöder vonalunk száma szokásunkhoz híven a képernyő alján olvasható. Hölgyeim és uraim, Hajós András! Nagyon keményen hátradőlős ez a szék. Tehát egy ilyen szeasztok. Aha. Amint ez köztudott, és ennek a részleteiben különösebben nem kívánok belemenni, tettél egy nyilatkozatot, amelyben hát javasoltad, hogy a pillanatilag legnagyobb élő magyar politikus és gondolkodó esetleg mondjon le,
egy picit hadd módosítsak, a legnagyobb magyar gondolkodó, hát az minimum itt van a teremben, de nem akarok most... Köszönöm szépen, András, és nagyon örülök, és hogy miközben hajód olykor a politika viharos vizeire téved, szerénységedet sikerült átmentened. Én úgy gondolom, hogy én az a típusú előadó vagyok, aki szerénységből és visszafogottságból dolgozik, ezt a jól ismerted. Egyébként egy borzasztó egyszerű dolog történt, bementem tulajdonképpen a munkahelyemre, ami a nyilvánosság, és az egyik beosztottamról, mindannyiunk egyik közös beosztottjáról, a miniszterelnökről, annak a tevékenységéről elmondtam a véleményemet. Na most hát azután egy pici bonyodalom történt, mert nagyon sokan megijedtek egy bizonyos oldalon, hogy engem most nem szerethetnek, miközben megijedtek a másik oldalon sokan, hogy engem szeretniük kell, de megnyugtatok. Igen, egyik se tökéletes megmondás. Megnyugtatok mindenkit, hogy nem változtam meg, én ugyanaz vagyok, aki voltam, egy liberális gondolkodású ember, úgyhogy az én véleményem szerint annyi történt, hogy miközben soha nem rejtettem véka alá, hogy mondjuk mi a véleményem Orbán Viktorról, most nem rejtettem véka alá azt sem, hogy emellé csatlakozott Gyurcsány Ferenc is. Hát kérlek szépen, anya csatornánk végül is ezt tudomásul vette, de azt kifogásolta, hogy te értem az RTL Klub színeibe tetted ezt a kijelentést. Biztos, hogy ment volna. Na de most te gondolod, hogy jössz a Heti Hetesbe és fölolvasod ezt a passzust, tehát ott átharapják a torkodat abban a pillanatban. Nem hiszem, hogy átharapják a torkomat, az egy szórakoztató műsor, és nem biztos, hogy az oda való. Már akinek, természetesen. Én... Nem, szóval az történt, hogy én lehetséges, hogy egyfajta ilyen ministráns fiúi naivitással tettem, amit tettem, és ezt egy picit ők ott nehezményezték, volt egy kis nézetkülönbség adásban is, utána az öltözőben is. Én pedig egy olyan srác vagyok, hogy én akkor tudok működni ebben a közegben, hogy én beszélek jókedvűen, időnként talán jópofán is, hogyha nekem jó kedvem van. És mivel nem volt jó kedvem, ezért azt kértem, hogy egy picit hadd szüneteljek. Tehát te kérted? Én kértem. Ugye, mert sokan azt hitték, hogy letiltották a hajót. Nem, ezt nagyon határozottan mondhatom, tehát hogy nincs ilyen. Hogyan sikerült a kollégákkal a régi hangot megtalálni? Hát nézz oda, megbocsájtottam nekik. Nagyszerű. No, hát két gyermeked van, családod. Ez jó tudni, hogy egy ilyen profi stáb is tulajdonképpen annyi gyerekről tud, mint én. Ez nagyon jó, igen, hát ez a másik, a szeresd a felesége gyerekeit, mert a tied is köztük lehet, ugye? Igen. Miből éltél közben, amíg ott nem volt szeretési lehetőség? Hát annak a nagy része elévült, azt én szeretném, ha nem hoznak föl. Voltak bolti lopások, ilyesmi, de ezt szerintem most már ezek után nem kell. Én elsősorban az Emil Ulett zenekar énekese és dalszerzője vagyok, az én, hogy mondjam, közszereplő identitásomban ez szerepel az első helyen, de hát nekem ott áll nekem minden napjaim. Hogy sikerült legutóbb egy 5000 forintos gázsit összehozni erős izgalmi állatokban? Az úgy van, hogy a Hegyi Gyuri meg én, mint zenekar alapítók, mozgóbéren vagyunk. Ezek általában ilyen zuhanó lifthez hasonló mozgást végeznek ezek a mozgóbérek időnként, és hát így sikerült egy legutóbbi koncerten 5000 forintot keresnem. Egyébként null szaldóra számítottunk, tehát ez egy abszolút maradványérték volt. Többféle televízió műsorral próbálkoztál, és valahogy ezek mindig befutcsoltak. Mi lehetett ezeknek az oka, illetve mentőkérdés, tervezel-e újabb televízió műsort? András! Tervezel-e még újabb mentőkérdést? Nem tervezek újabb mentőkérdést. Válaszolok. Nem tervezek újabb tévéműsort, de ha terveznék, akkor se lenne semmit. Én nem tudom azt megvárni, amíg... téged innen kivisznek, és akkor... Beszéltünk ugye a maradvány elvű szolid gázsiról. Volt azonban egy-két ilyen mesés ajánlatod is, konkrétan nem tudom, valami új gazdag. Egy darabig azt csináltam, te nem tudod, hogy azt mondtam, hogy annyit kérek, mint a Fábri. Fogalmam nem volt az árakról. Most felhívnak engem valahol. Igen, igen. Ha hibáztak, és azt mondták, hogy és hát volt itt már ez és a Fábri Sándor, és mondtam, igen, annyit kérek, mint a Fábri. Na. És mondták, hogy miért higgyék el nekem, hogy én olyan jó leszek. Mondtam, hogy nem mondtam, hogy olyan jó leszek, azt mondtam, annyiba kerül. Na most én azt hallottam rólad, amit... nem könnyű elhinni, hogy melletted vagy általad. Általam. Minden elromlik, tönkremegy, kiesik, leég, lefityul, begyullad, kihúny. Pontosan, és ketté reped, és de közben engem még megvág. Tehát nekem van egy ilyen sajátos viszonyom a tárgyakkal. Én valahogy túl nagynak születtem a világban. Én nagyon korai időszaktól kezdve zavartak a végtagjaim tulajdonképpen az életben.
az egyen, az leges-legelső pillanatban, amikor a kb. 2002 körül stúdióba mentünk az első lemezünkkel, akkor én ezt már tudtam, és mondtam a többieknek, hogy srácok, én vagyok az, akit nem szabad a kis potméterek, meg pici kis bizgentyűk közelébe, én csak itt leülök a sarokban, mert baj lesz. És azzal a mozdulattal fogtam egy széket, leültem félre, és mint megtudtam, a fő kábelt a szék aljával így azonnal elhasítottam. Amire a legbüszkébb vagyok, az az, hogy hát valami koncertre mentünk az országban valahol, és sikerült úgy hirtelen, na álljunk meg pisilni címszóval, egy ilyen kukoricás felmenőbe így megállnunk. Még mondtam is a zenekarnak, hogy és akkor, mivel most Ferdén állunk meg, most én óvatosan kinyitom a tolóajtót, amelyik én megjegyzem, egyszer már elvágta a fülemet más körülmények között. Csak akkor visszafele mozgott, és ezzel, hogy én most óvatosan kinyitom, egy akkorát lenítettem rajta, hogy úgy, ahogy van, leszakadt az egész. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy kívülről nézve az milyen, amikor valaki hajt ki egy kukoricásból, és ott lát engem, egyrészt úgy, hogy állok így a fánál, mögöttem egy buszajtót raknak vissza, majd én azt mondom, hogy egy kis türelmet kérünk, szerelünk, de az én, tehát én mindig megfeledkezem arról, hogy az én vagyok, hogy mit gondolnak, és ezt úgy látszik, hogy nem tudja mindenki. Boldogulsz a számítógéppel, laptoppal? A számítógéppel kitűnően boldogulok, nemrégiben telepítettem kérlek szépen egy úgynevezett vírusölő programot, amelyet vagy rosszul vásároltam, mert ez egy számítógép ölő program is ezek szerint, mert semmit nem tud a számítógépen, vagy öli a vírusokat éjszaka, csak én nem tudom, de hogy e-mailezni, vagy bármit, azt nem tudok vele, az biztos. De mondjuk egy CD-t például azért le tudsz játszani. Nagyon drágán vettem a feleségemnek egy laptopot, meg akartam hallgatni egy CD-t, ezért beraktam ebbe, ez egy laptop. Így szépen becsúsztattam, majd nyomogattam a megfelelő gombokat, nem történt semmi. Egy olyan 3-4 órát szórakoztam vele, amíg meg nem nyomtam az ilyen eject gombot, hogy azt lökje ki akkor a CD-t, és akkor feladom. Nem lökte ki. Na mondom, itt nagyon nagy gáz van, az, hogy hazajön, és benne van a CD, most ráadásul az extra dudák 4, azt én viszonylag nehezen fogom zeneileg és alkotóilag kimagyarázni, úgyhogy óriási gáz volt, de hát hazajött az asszony, aki szintén nyomogatni kezdte, nem ment, majd egy picit úgy azt mondta, hogy hát akkor úgy felemeli, és emberek, a következő történt, én gondosan becsúsztattam a CD-t az asztal és a számítógép közé. Majd utána nyomogattam. Ilyenkor mindig az jut eszembe, amit apám mondott a Pozsonyi úton, amikor ők vásárolni indultak, én pedig a Tétényi úti baleseti sebészetről jöttem haza, gyakorlatilag fáraónak maszkírozva, összetört arccal, megmondtam fiam, hogy neked nincs eszed, te nem vagy ügyes, te nem vagy erős, az arcodra vigyázz. Az arcodra vigyázz. Hajós András, köszönjük szépen! Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk! Hölgyeim és uraim, most következő vendégeim, utoljára több mint 5 esztendeje voltak utoljára a vendégeim, azóta megfordult velük a világ, Párizsba költöztek, ahol a világhírű Moulin Rouge művészei lettek. Közben világrekordot világrekordra halmoznak, és ma már nyugodtan kimondhatjuk, ők a világ első számú extrém akrobatái. A Schöder színpadán Rippel Ferenc és Rippel Viktor! Segítsetek, ugyan már számos alkalommal találkoztunk, ki a Ferenc, te vagy a Viktor, ő a Ferenc. Így van. Így ugye? Van. Jó, nagyszerű. Hát, ha esetleg a kedves nézőket a részletek is érdeklik. Hát, a jelek szerint nem rossz ómen a Schöderben szerepelni, ugye? Mik voltak a nemzetközivé válástoknak a főbb állomásai? Elindultunk innen tőled. Pontosabban ebből a székből 5 évvel ezelőtt fölálltunk, és azóta kaptunk 2 állami díjat Magyarországon. Végrehajtottunk, köszönjük szépen, 5 világrekordot, és
És a párizsi Molnár Ruzsnak vagyunk az állandó meghívott sztár vendégei. Körülbelül innen ebből a székből kaptuk a szerződést. Hát csodálatos hölgyekből ott ezt jelentős a felhozatal. Nyílik-e alkalmatok ebből egy kicsit időként, hát legalább csilingelni, szemezgetni? Igen. Körülbelül 100 táncosa van a Molnár Ruzsnak. Nem mindegyik van félmeztelen, de a többsége igen. Úgy kell színpadra lépni, hogy nem merevednek a bimbik. Ezt gondolom, bimbik. Téged ez a téma különösen érdekel. Hogyne? Na, tehát el tudjuk mesélni, hogy mit látunk előtte. Meséljétek el. Na, miközben ott áldogálunk, és így melegítgetünk be egy nyakkörzés, kézkörzés, azt látjuk, hogy a sok lányot csavargatja, tekergeti, és hát ugye rajtunk egy ilyen picike kis nadrág van, és hát sokszor... És a csajok azzal, hogy tekergetik, azzal hozzák fel a cicibimot. És ez előírás. Működik rá. Nem csak így mutatni. Ja már is, a plasztronon átütött? Na hát ezt azért nem hiszem. Mondjátok, és akkor hogyan lehet ebben a helyzetben koncentrálni? Hát ebben a helyzetben úgy lehet koncentrálni, természetesen, hogy már tudjuk ezeket az időpontokat, és elvonunk, befordulunk a sarokba, koncentrálunk a munkára. Tudatosan megvonjuk magunkat a jótól. No, hát titeket időnként beszíneznek, de nemrégiben ti is színeztetek még hozzá, csajokat festettetek. Tudom, hogy állandóan a csajos témánál jutunk ki. Nem hiszem, hogy múltkor is itt voltunk nálad, és centiméregetés, hasméregetés, csajok, melló, mervinbok. Hát ez a producerem követel ezeket a bőváltényeket. Na, de azért csajokat festeni azért az érdekes, erről lehet beszélni. Érkezett hozzánk, nagyon sok ilyen extrém felkérés érkezik, többek között érkezett olyan felkérés egy társulattól, hogy mesztelenül fellépnénk-e. És hát elkezdtünk gondolkodni, hogy hát van az a pénz, de mégsem, hát hogy néznek ki, hogy fejjel lefele kézen állok, és így lóg lefele idáig, és hogy néznek, azért ne. Visszatérve a lányokra, az egy kellemes téma. Felkértek minket, hogy a Top Model műsorban segítkezzünk nekik mindenféle ilyen produkciókban. És erre nem tudtunk nemet mondani, mert hogy kiderült, hogy 12 lányt kellett aranyszínon lefesteni egy szál bikinibe. De azért, mert titeket lefestenek, hát ne arra, hogy azért, mert nekem legyírják a hajamat, nem hívnak meg, hogy valakinek igazítsam meg a frizuráját. Na. De viszont az... Tehát nem más szokott minket kenni, hanem magunkat kenjük, és hát a tapasztalat természetesen. Aha, oké, jó, jól válaszoltál, világos, én viszont nem magamat nyírom, maximum megborotválkozom, ha összeszedem magam. Na jó, azt tudni kell, hogy egy nagyon kemény feladat volt, ebben segítséget kaptunk Megyeri János barátomtól, aki így mindenben sülve-főve velünk van, és azért jött ő velünk, mert hát ugye Viktornak, mint tisztes családapa. Igen, családos természetesen, nekem csak a hátakat volt szabad, maximum a kezet, tehát az újra. De a neheze munkáját a Jánossal ketten mi fölvállaltuk. És vért izzadva végigfestettük a cicikert. De azért egy kis bikini volt rajtuk, hát, nem? Igen. De hát most gondolja, milyen nehéz munka volt, hogy 12 lány... A fazont megadni. Igen, szóval izzadságos munka volt, de túléltük, úgyhogy... Hogyan találkozhatok Woody Allennel? Ez Amerikához kapcsolatban ez a történet. Egyszer csak megkerestek minket, hogy New Yorkban a Le Cirque 2000 nevű éttermet meg akarják nyitni, és azt mondták, hogy hát ez a lépcsőforduló a színpad. Hát jó, hát most mit csináljunk? Hát ott vagyunk, az a lényeg, hogy ott vagyunk. És így éppen a kézenás erőködés közepette, így azt látjuk, hogy így integetnek az egyik asztalról. Ahogy végeztünk a produkcióval, átöltöztünk, és oda mentünk az asztalhoz, mert hogy gondoltuk, hogy szeretnének igen? velünk így egy autogramot, nem tudom, és hát Henry Kissinger és Woody Allen ült az asztalhoz. Olyan? Igen, úgyhogy velük töltöttük az estét. És miről beszélgettetek? Mindenről. Sokszor, hát már elkezdtünk. Ugye mindenki megkérdezi, hogy álmodunk, és magyarul álmodunk, de angolul beszélünk hozzá, uh-huh, és azért uh-huh, ez így elég uh-huh. jól ment a kommunikáció. Uh-huh. Így kapcsolódtunk egyébként Andrea Bocellihez is. Így van, tehát amikor legutóbb Marrakesben jártunk, amikor megérkeztünk, akkor derült ki, hogy egy, nem is tudom, 100 tagú zenekar volt, tehát egy nagyon komoly uh-huh. filharmonikus zenekar kíséretében, természetesen Andrea Bocelli énekére csináltuk meg a aranyra festett gyakorlatunkat. Több világrekord kísérletet hajtottatok végre, amelyek sikerültek is. Ugye hát ezek egy nagyon speciális dolgok, amiket ti adjátok. A harmadik rekordunk, hogy akkor sorban végig elmeséljük egy helikopteres igen. történet, nem, persze nem a tetején, mert az kicsit bonyolított volna. Hát főleg, ha forog a lapát. És vette a poént, hurrá! Hogy alatta kitaláltuk, hogy egy ilyen 2x2 méteres színpadot, semmi nincs ilyen, egy ilyen színpadot felkötözünk a helikopter alá, igen. amin áll a Viktor, és közben tart engem szokás szerint valamilyen pozícióban, mindezt 10-15 méter magasan próbáljuk uh-huh. meg, biztosítás nélkül Duna felett, és nagyon jó volt, csak megfordult a széljárás, a helikopter pilótánk ettől teljesen összezavarodott, 17 és 23 méter között így ingázott, de 19 másodpercig megbírtuk tartani azt a pozíciót, ami tényleg szinte ilyen ilyenkor hol van a közjegyző?
Közjegyző? Kélek szépen, ő feltült a helikopteren. Igen, csak azért zavarott össze a helikopter pilóta, mert össze lett hányva az ablaka, és nem látott semmit. Ez komoly? Nem, ezt csak most mondom. Igen, jó. Igen, volt valami vonatos negyedik akció? Pontosan ez is, volt ugye? A vonatos akciónk. Ez itt a nyugatiból indulvást, mentünk ki a Vasút Történeti Parkba, sikerült 40 km-es sebességet elérni. Ami ezen a magyar pályákon szép eredmény. Igen, meg az volt a szabályos, tehát az volt a maximum megengedett sebesség. Gyerekek, a következő rekord kombinó. Jó, működik? Na tényleg! Ja, tessék! Igen? És a 61-jel sikerült mennünk ezeken a sineken, úgyhogy már komolyan már minden. És mi volt a gyakorlat, hogy ti álltok a vonat tetején? Mondjuk? Igen, és a Viktor tart engem fejjel lefele. Tehát szokásos, ezt már 11 perc 45 másodpercig bírtuk tartani. 11 perc a vonat tetején? Igen. Na de az ötödik, ami most volt egy pár héttel ezelőtt, egy kamion platóra ráépítünk egy szerkezetet, amire felkötözzük a Viktort, ami majd tart engem, aztán körbe megy, és nem kalkáltuk hozzá, hogy milyen hideg lesz. Így van. Viszont sikeresen teljesítettük az egész kört a Hungaroringen. Nagyszerű. Mennyi időt töltöttetek egymás fején? 60.000 perc, körülbelül 1000 órányi folyamatos kézenállás a fején. Ugye a próbákat még nem is számoltuk bele. Ki is kopott a frészkód, azt mondják? Az teljesen. Tehát látszik is, nem csak a példa mutatja, igen, szép fényes. No, hoztatok ide valami furmányos szerkezetet, úgyhogy ha ti is úgy gondoljátok, akkor ezt mutassuk meg. Nézzük meg. Mutassuk meg a kedves vendégeknek. Természetszerűleg. Ez egy következő rekord. Nem, függ össze. Ez a mostani rekordunk a függ össze. Annyi változtatás, hogy most sem úszod majd meg. Na ne. Úgyhogy. Egy kis bemelegítésre szeretnék kezdeni, mivel. Hogy pofán vágsz. Szintén szokás, hogy fölteszed ide a lábat, és kicsit ráhajolsz, hogy lazuljanak is. Ez egy beülő, valószínűleg, hogy volt már hozzá fogalmad ilyen kaszkadőr sokban. Igyekszünk nem zavarba hozni. Itt most egy kicsit nyúkálnom kell, nem úgy, mint az aranyfestésnél. Nem bikinvonalat igazítunk. Lazítsatok egy kicsit, rajta hason. Köszi. Nem kéne szemétkedni. Jó, bocsánat, kérek. Tudom, még ez közben, csak a kezdet. Nem, de hát közben halálfélelmem van. Ugye fulladok egy fogba. Azt tényleg tudják meg, kedves nézők, hogy semmiről nem tud. Tehát nincs beavatva, nem volt próba. Nem tudok semmiről fingja se. Nincs, hogy mi történik. De titeket ismerve gyanakszom. Készen állsz? Én teljesen készen állok. Akkor viszont lépjél egy párat velem előre. Megkérjük a Ripper Tip többi tagját, hogy szíves bejön fáradni. Nagyon jó. Most fölhúztok valamire? Igen. Van bennük valami így a nővérkéknek ebből a kedves erőszakából, hogy a beöntés nem föl, tessék meghajolni, nem fog fájni, de azért pakolnak össze-vissza. Nem pörgettek ebbe meg! Nem, gyere csak előrébb. Elhányom magam. Gyere még előrébb. Igen. Ugye így, ugye nem? Hogy így veregeti a vénát. Gyere ide. De mi, kilőttök ebből? Nem lövünk ki, nem. Most lesz Anettkának az űrszökés. Ez űrszökés, úgy hívják. Három maccsal. Machal. Három machal. A mach az a hangsebesség. Most tudtam meg, három machal kiszökik. Most megkérek. Mondom, hogy ebből prostata csocsó lesz. Nem lesz prostata csocsó, nem urológusok vagyunk. Itt hoztatok egy nagy apparátus, de ti fontolgattok valamit. Igen. Jó, most az lesz a kérdésem, hogy kezdjük el az emelést, így szépen. Ne! És dőj előre! Ne! Nem engedem! Megvan! Sándor és a Rippel testvérek közös produkcióját látták? Wow! Még nincs vége! Itt vége, gyerekek, nem. Mert megpattan ne. Hát ha neked ez történik a fejedbe, hát mi történik az én fejembe? Semmi, kezedet tedd a tarkóra. Én már a cipőfűző bekötésétől elszíneződik. Dehogy teszem tarkóra. Még lejjebb egy picit. Lőni is fogtok. Most megnézzük, az órát leérintjük. Ne! Jó. Ne! Oké? Ne! Jó. Júj. Így, most lógasd le a kezedet, igen. És mehet föl. Júj. Én viszont most megtámadlak. Tarts keményen. Jó. És igen, sikerül! Fábri Sándor! De nagy! Köszönjük szépen! Nagyszerű! Lábat előre!
Lábat előre. Mert landolunk még. De jó, isteni, isteni profikám, szóval nagy rafkósok, mert jó. Nehogy azt higgyék, hogy én tartottam őt, ő kapaszkodott belé. Egy kis meglepetés. Köszönöm. Úgyhogy a nos következik. Nem veled, mi mutatunk be egy rövid. Nagyon jó. Akkor Rippel Viktor és Rippel Ferenc következik. És közbe kellett volna megkérdeznem, és egy icipici disznóság, hogy most kérdezem, a Hajdú Steve-nek és a Magyar Attilának a Rippel parodiát láttátok? Igen, és azt üzenjük, hogy kapják! Azt, hogy a Rippel köszönjük Brothers. Szépen, azonnal folytatjuk! Hölgyeim és uraim! Kelemen Anna!
ő milyen típusú? Ő keverék, és Zeus. Rajta nincs semmi plastikázva. Ha rajtam is alig. Zeuszom, egy fickósabb golyókat esetleg oda rakni, vagy nem tudom. Milyen hosszú a szempillád? Mert ez már tulajdonképpen függönyrojtnak is beillik. De ilyen hosszú én még nem... Én már tulajdonképpen az eleje óta... De nem, semmi, nem bántólag kérdezem, Sándor, de én még ilyen hosszú... Hogy mi milyen hosszúba belemenjünk, szerinted? Hát nem, de én még ilyen hosszú szempillát nem láttam. De nem ez a lényege. És hogyha most én ide bújok, meg tudsz azba simizni? Simizd meg a szempilláddal. Nem. A szemembe. De hogy érezzem a szempilládat. Ez az orrom volt. Csak de ne az orrodat, a szempilláddal. A szempilláddal söprűzz engem meg. Hát ilyen messziről nem lehet. Ilyen jó lesz. Egy szent só békevizet iszunk, jó? Igen. Csirió. Csirió, köszöntelek a béke jelével. Te iszol egyébként? Vizet nem sűrűn. Mióta van, akkor tegeződjünk? Az neked kell kedvezni volna? Hát én azt mondtam, jó. Hogy szervusz, de jó. Csókolomozhatlak, hogyha nem gondolom. Nem. Ja, igen. Hát ez csak két oldalon megy. Hát kedves Anna, igen. Hol tetszett lenni a 700-át? Hogy most ne tegyem fel a kérdést durvábban. Hát hol a francba voltam? Hát így. Én úgy akartam, hogy hol a p***ába, de aztán ezt udvariatlannak éreztem volna. Egyszerűen friss levegőre volt szükségem, új emberekre, új élményekre. Uh-huh. Egyszerűen ez egy olyan időszakba jött, amikor én Olaszországba mentem ki, és kikapcsoltam a telefonom, és gondoltam, hogy ez milyen jó móka, hogy nem szólok senki, de még most is jókat derül. Nem, ez egy állati hülye vicc. De én tényleg viccesnek tartom. Tehát azt hogy gondolod, hogy van egy aláírt szerződés, és akkor neked friss élményekre van szükséged? Hát szóval ez, képzeld el, hogy van egy pilóta, ott áll lesz 300 utas, és mondja, nekem friss élményekre van szükségem. És akkor mennyire gyalog, evezzél át az Atlanti óceánon New Yorkba. Hát szóval... És mi volt Milánóban? Új emberek, új élmények? Pontosan. Van egy Leonardo kép, az egy utolsó vacsora. Az nem? Az se? Most nincs előttem. Hát, szó szerint. Hát de nagyon érdekes, egy Leonardo nevű nem túl ismert festő festette. Ez is Milánóban van, jó nagy. Nagyon érdekes, a hosszú asztal. Júdás, hogy settenkedik meg. Hát szóval nagyon érdekes. Ez megvan. No, tudhatunk valamit tényleg, hogy akkor Milánóban ilyenkor shoppingolsz, vagy mit csinálsz? Annyit érdemes a dologról tudni, mert nem akarlak elmondani. Mindent szeretnék róla tudni. Kimentem. Nem úgy alakult a dolgok. És nem volt a naptárodban, hogy Sóder felvékel Sanyinál? De, pont ettől volt az érdekes. Mennyi ideig voltál kint? Elenyésző. De egyáltalában jártál te Milánóba, mert tudnál egy repülőjegyet mutatni, vagy egy SMS-t, vagy valamit? Hogy... Ez, mondjátok, hogy hozzam el, akkor készültem volna. Na jó, lendüljünk tovább. Valamelyik nyilatkozatodban harcot indítottál a prüdéria ellen. Szerinted mi prüdek vagyunk? Szerintem mi borzalmasan prüdek vagyunk. Néha úgy érzem, mintha egy ilyen misszionárius lennék, de tényleg... Hát nézd azért, aki szeret dugni, az még nem misszionárius. Mi a jó orgazmus titka? Beszéljünk róla, az, hogy masturbáljunk, az, hogy ilyenek. Együtt van egy csomó ember, és te viszonylagos rendszerességgel masturbálsz. Nekem volt egy korszak, amikor szarrá p***áltam magam. Az mit jelent mondjuk? Nézd, én sem vagyok. Kamaszkoromban mi sem voltunk kispályások. De... Már délelőtt is? Én egész nap. Egész nap? Hihetetlen volt. De akkor voltam nagyon a tanulás fázisában, tehát amikor kialakultak a fantáziáim. És csak újjal, vagy pedig esetleg... Na most akkor elmondom, hogy volt egy Romeo és Júliás szivardoboz, ami otthon maradt, egy tok, és annak lekopott a felirat a tokról, tehát ez szűkörülve. A gyorsaságtól, vagy a gyakoriságtól? Gyakorisan. De ez rég volt, mondom. Nem merev kicsit ez a... Ez a króm, aminek olyan króma vége, tudod, az borzasztó. Az nem jó. Az szörnyű. És te miért szeretsz? Élethű? Élethű? Igen, ami úgy ting. Ja, úgy egy kicsit úgy hajlik. Az olyan fitymás.
az nagyon rózsaszín zselés, az szerintem a zselés, de én mondjuk még figymás műrúst nem láttam. De lehet, hogy az is van, teljesen élekű. Hát végül is van ennek egy hagyományosabb módja, hogy az ember egy rettenetes húsvér. Aha. Te egyébként a ugye hát azt akkor nyilván jól tudod, hogy hát lényegében vér és hús különböztethetünk meg. Van, akinek ilyen lomha, reménytelen, ilyen krinolinszerű, és az már nem nő nagyon-nagyot arányosan. De az nem ezt lomha. Nevezik hús. Tudom, a másik. És van a vér. Megint ezt rám fogják kelni. Ami hatszorosára, hétszeresére duzzad. Igen. Dagad. Te milyen párti vagy? Hús, abszolút. Hús. Egyáltalában van hüvei orgazmusod? Van, de nekem a férfi agya, tényleg. Tehát ez agyban dől el. Abszolút. Nekem, nekem nagyon sokat kell várnom. Szóval sokkal többet csinálnám, ha lehetne kivel, ez a nagy igazság. Leírható-e a zsánered, vagy mindenevő vagy? Kétfajta típus van. Van a művészlélek, aki akár lehet csúnya is. Verebes vagy... Pista. Na nem, mert összehozták, hát... És akkor van az, hogy vagy pedig a szép fiú. Tehát ez az igazi szép fiú. Ki az a kásás, mondjuk egy ilyen? Hát vagy a verebes, tudod, az is mindenkinek bejön. A szádban mi van? Milyen anyag? Tehát, amitől különben onnan vagyok. Kicsit, igen. Igen. Bocsánat, egyébként ezek az anyagok, ezek nem teszik a szádat érzéketlenné? Nem, de ezt miért kell így mutatni közben? Hát nem akartam így. Akár csókolózás közben is, tehát én tudom, tényleg komolyá is tudom tenni a kérdést, hogy ha az emberben egy ilyen benn van, akkor az esetleg csókolózásnál se, tehát nem sérülnek azok a fontos érzékeny központ. Mit nem értek? Na mondjad. Hogy ezt miért, annyi nőnek van ilyen, hogy ezt mondjuk egy Baló Júliától miért nem kérdezik meg? Hát mert vele a Leonardót is meg tudom pendíteni. Érted? De velem is, amúgy. És akkor te most magadnak beleszúrsz, tehát az olajat, mert azt mondtad, hogy egy injekció. Te csaponksz, nem, ez nem szívódik fel. Összekevered, ez mennyi ideig van? Ez mennyi ideig van ott bent? Ez örökre, pont ezért nem nagyon, ez a szilikonolaj, pont ezért nagyon vitatott eljárás, de nem vagyok plastikus. És mi az az izomstimuláló torna? Az a mezoterápia. Végis ott is vannak izomstimuláló elemek. Tehát mi a mezoterápia? Az az izomstimuláló torna. Igen, és eznek mi a lényege, hogyan csinálják, s mint? Kapsz egy pár szurit, és akkor kimegy belőled a zsír. Három héten belül, négy héten belül. Ez ilyen helyi dolog. Te egyébként miből élsz? Én médiasztár vagyok. Nem tudod? Hát eddig, még úgy ezzel nem gondolkodtam. Ja. De... Hány éves korodig akarsz playmate lenni? Na, de a playmate-ség az nem egy olyan dolog, hogy most, mint tudom, én leszek az összes magazinban. Feltűntél ilyen férfi torna, női torna, ilyen felvilágosító jellegű filmeken is. Valamelyik nem én voltam. Jó, de amiben te voltál oda, hogy kerültél oda? Nem figyeltél? Tehát megint új élmények? Tehát egyszer csak egy ágyon találtad magad, és itt egy pajszer, ott egy pajszer, Jézusom. Az új impulzusok? Vagy... Nem, én mindig nyitott voltam az új dolgokra. Ó. Már egész kicsi korom volt, és ez valószínűleg a f***os időszak után lehetett, amikor eleve kíváncsi voltam, de nem tudom, hogy tényleg a legtöbben nem én vagyok. Ahol te vagy, ott hanyan vagytok? Pára. De ez megint elhanyagolható. Mi történt Sebestyén Balázzsal? Jaj, vele nem, semmi. Jáksó? Ó, pláne. Kelemen Anna, köszönjük szépen.